Maradjatok otthon, tanuljatok fizikát, sziasztok! Ma az anyagok mágneses tulajdonságáról fogunk beszélni, egész pontosan a ferromágneses tulajdonságok hőfokfüggéséről. Kezemben egy nikkel golyót tartok. A nikkel ugyancsak, mint a vas, mágneses tulajdonságú, ferromágneses, vagyis egy mágnes könnyedén föl tudja emelni. Meg is tudjuk ezt mutatni, ide beteszem ebbe a résztárolóba, egy függő mágnes alá odáltalom, és amint látjátok, a mágnes fölemeli a golyót. És ha ezt többször elvégezzük, akkor mindannyiszor ugyanaz lesz a vége, a golyót ebből a tartóból a mágnes ki fogja emelni. Igen ám, tehát még egyszer megmutatom, amint látjátok, ez így működik. Most azt fogjuk csinálni, hogy ezt a tartót is, meg a golyót is kiveszem, és meg fogom melegíteni a golyót. Ehhez egy ilyen melegítő berendezést fogok használni, illetve ott a golyót azt egy fogóval fogom tartani, hogy ne égesse meg a kezemet. A nikkelről azt kell tudni, hogy 360 Celsius fokon elveszti a ferromágneses tulajdonságát, paramágnessé válik, ezért aztán a mágnesek által ráható erő a tízezred részére csökken. A golyónk az már biztos, hogy elérte a 360 fokot, de meg szeretném nektek mutatni, hogy a melegítéssel akár el lehet érni úgy, hogy a nikkel golyónk akár enyhén vörösen izzani fog. Azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Egyre vörösebb és vörösebb lesz a golyó. Vagyis most már elkezdődhet a kísérletünk. Elzárom ezt a melegítőt, beteszem ide a helyére ezt a golyót, és fogom, aláteszem a mágnesnek. Amint látjátok, meg sem mozdul. Semmiféle kölcsönhatás nincs. Ez nem is csodálkozunk rajta, hiszen ő paramágnes, és ő ebben a minőségében, ahogy Mici Mackó is mondaná, ha ő már paramágnes lenne, akkor rá nagyon kicsi nyerő hatna. Ha megnézitek, akkor a tartó sárga részből van, nagyon jól viszi a hőt, és erős, intenzív hűtést kap ennek eredményeként a golyó, és ha a hőmérséklete 360 fok alá fog csökkenni, akkor hopp, föl fogja emelni a mágnes a golyónkat. Amíg ez a jelenség bekövetkezik, elmondom, hogy a jelenséget Curie fedezte fel, és igazából Pierre Curie, és annyit kell tudni még róla, hogy a Curie hőmérsékletnek nevezik azt a hőmérsékletet, ahol egy anyag ferromágnesből paramágnesé, illetve paramágnesből ferromágnesé változik. Ez a hőmérséklet, ez egy nagyon definit hőmérséklet, ez azt is jelenti, hogy ezt a jelenséget nagyon jól lehet hőfokszabályozni, szabályzásra használni. Amint látjátok, a mágnes fölemelte a kis golyót, így a kísérletünknek is vége van. Sziasztok, maradjatok otthon, tanuljatok fizikát!